Jó szórakozást kíván a Kicsi Gesztenye Klub, a legnagyobb show a legkisebbeknek előadása. Kicsi Gesztenye Klub. Nariska, hát itt vagy. Riska? Mondtam, hogy lány. Ó, köszönöm nektek, hogy visszahoztátok a Riskát. Nézzétek, hogy hiányzott az anyukájának. Jaj, de édes. Azért, az mégiscsak elég fura név, hogy Riska. Hát, tudod, itt annyi boci születik, hogy már kezdünk kifogyni a nevekből. Ja. De mit csinál az a sok boci? Hát, gyertek, megmutatom. Éhesek vagytok? Igen! Na? Mennyi finomság! És ez mind tejből van. Bizony. Ezzel foglalkozunk, hogy mindenféle finomat készítsünk a tejből. Itt van például baj, saj, tejföl, joghurt, kefir, túró, és végül itt a tej. És ihatok még egy bögrével? Hát persze. A tejből készült dolgok nagyon egészségesek. Minden nap egyetek valamit ezekből a finomságokból. Ha rám hallgattok, én is minden nap ezt teszem, és nézzétek, milyen erős vagyok! Gesztenye Klub. Miss. Téri. Ó. Oh. Miss. Téri. Ó. Oh. Ti nem szoktatok délután aludni? Misztérió, kérlek, segíts nekünk! Meg kell csinálnunk Liza leckéjét. Nektek kell megcsinálnatok az ő leckéjét. Igen. Fejtsd ki néhány mondatban, mit jelent a mondás, hogy... Hogy mindnyájan csillagporból vagyunk. Aha. Biztos jelent valamit, ez lehet, hogy valami átverés. Misztérió, te ugye tudod, mit jelent? Azt, hogy minden anyag, ami létezik a világon, egyetlen apró golyóban volt összesűrűsödve. Ez a golyó robbant fel 14 milliárd évvel ezelőtt, és minden irányba szórta tüzes szilánkjait. Tüzes? Ez a történet tetszik nekem. Amelyik megfagyott, abból bolygó lett. Létrejöttek a csillagok, a bolygók, a kék bolygó is, a Föld, amin most is állunk. A vizek és a tengerek miatt kék, igaz? Igen, és a légköre miatt is. Tudtam! Nem tudtad? Ez igaz, nem tudtam. Abban a kis golyóban volt minden, amit ma galaxisként ismerünk, és persze a Földön minden kő, növény, állat és ember. Hát ennyit tesz az, hogy mindnyájan csillagporból vagyunk. Köztünk van a helyed, indulhat a nagy utazás. A hajtómű már felzúg, gyorsan kapcsold be az övet. Kapaszkodj jól, utitás. Még egy gyerünk fel az űrbe, nézzünk alaposan körbe, hogy mi van ott a légkörön túl. A naprendszerben
Gesztenye Klub. Na, akkor gondold el a sok vizet, ami a földön van. Mondjuk a tavakban, vagy a folyókban, vagy a pocsolyákban. Igen, és amikor süt a nap, ez a víz felmelegszik és pára lesz belőle. A levegőben. A vízpára emelkedik, és amikor magasra ér, ahol már hideg van, felhő lesz a sok párából, és amikor van egy felhő, és találkozik még egy felhővel, akkor összeölelkeznek, és együtt beborítják az egész égboltot. És aztán kicsapódik a pára, és a felhőkből vízcsepek, amíg újra vízzé nem válik mindkét felhő egészen. Nézzétek, ott a két felhő, akik találkoznak. Jól figyeljétek, kezdődik az eső. A két kicsi felhő találkozik, először még csak barátkozik. Csip-csep, csepegő csacsogás, elered az eső. Kezdődhet a tánc, az eső tánc. Felhő tánc, az eső tánc. Ha két kicsi felhő barátkozik, már szenvedéllyel nagyot ölelkezik. Jön a tánc, derülés, borulás, eget rengető. Hogy el ne állsz. Kicsi Gesztenye Klub. Semmi, ugye? Aha. Viffa jöttem. Liza! Viffa jött. Miért beszélsz még furán? Fáj még a fogad? Mit csinált veled az a gonosz fogorvos? Nem fáj, és nem gonosz. Csak érzéstelenítették a szám. Milyen év? Érzéstelenítették a száját. Jó! Akkor nem is fájt. Nem. A fogorvos előfő levegőt fújt a fámba. Én is akarok fogorvoshoz menni. Nekem is fog levegőt fújni a számba. Aztán vízsugárral kitisztította. Vízsugárral? Menő! Aztán érzéstelenítette, és mire észbe kaptam, kész is volt. Egy kicsi két szem fáj. De Liza, ugye fogsz még rendesen beszélni? Igen, egy-két óva múfa, és minden reggel és este fogad fogok mosni. És minden édesség után, és minden fél évben elmegyek a fogóvoshoz. Gesztenye Klub. De hiszen őt ismerem! Ő régi barátom, a tűzoltó! Szervusztok! Ki akart itt a tűzzel játszani? Honnan tetszett tudni? Van nekem egy jó barátom, Perzsi. Perzsi? Nem ismered? Tűzmanó! Szerencsére Perzsi hallotta, miben mesterkedtek, és szólt nekem.
Azért jöttem, hogy elmondjam, hogy soha, de soha nem szabad játszani a tűzzel. Ugye, megmondtam. Szép munkanapsugár. Ha gyertyát akartok gyújtani, azt bízzátok a felnőttekre. Majd Liza szülei meggyújtják a gyertyákat. Tudjátok, a tűz nagyon fontos és hasznos, ha ügyesen használjuk. Imádom, amikor ezt mesél. De ha óvatlanok vagyunk, a legfélelmetesebb ellenségünk lehet. Tombolásba kezd! Nem marad utána más, csak fekete! Kiégett! Pusztulás! Utálom, amikor ezt meséli! Jaj, tudom, tudom, de fontos erre többször felhívni a figyelmet. Nos, adjátok át a legjobb kívánságaimat Lézának. Sziasztok! Szia! Boldog születésnapot, Liza, mert a napra lehet nézni, de én rám nem, ha csak nincs rajta. Egy napszemüveg, de szuper! Mentő mellé! Hogy a mély vízben is pancsolhassunk. Homokozó lapát, vödör és formák. Majd építünk együtt várat! Jó! Boldog születésnapot, Liza! Hogy mindig emlékezz rám! Hát, hogy felejthetnélek el? Itt vagy, pont itt!